reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. Nos, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádió, 4-8 lesz egy perc múlva péntek reggel, és itt vagyunk Ács Gáborral. És Kede Balázsral. És azt mondja, hogy 0630-2010-909 SMS WhatsApp Viber számunk ez. Mindjárt megnézzük, milyen úti infóink vannak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Nos, hát azt mondja, hogy a Megyeri hídon valóban van baleset, de egyáltalán nem befolyásolja a közlekedést egyelőre. Ezt a kiegészítést kaptuk ahhoz, ugye, hogy írta egy kedves hallgató, ő csak azt írta, ugye, hogy papíroznak és intézkednek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy jött egy bővített verzió. Azt mondja, hogy az M5-ös bevezető az autópiacnál jó, pénteken milyen kevesen dolgoznak. Hát ez érdekes, hogy itt meg ez a tapasztalat, pont az ellenkezőjével kezdtük a műsort, ugye, hogy milyen sokan vannak az utakon. Aztán a határút végén az OMV kútnál kamion ütközött kis Suzuki-val, alakul a dugó. Attilától kaptuk még hozzá, nagyon friss, egy pár perces az információ. És még az előbbihez, az Aldi kút hálózatát az OMV üzemelteti. Vicces adalék, hogy az OSA Mastercard kártyáját nem engedi ott fizetni. Ilyen kis... Az Aldi kút hálózatát? Igen, igen. Úgyhogy van ezek van szerint. Neki. Nem tudom hol, lehet, hogy csak a külje, kis külső. Jó, igen. Vagy vidéki kuta, mert én a fővárosban én sem láttam. Uh-huh. Okay. De akkor ezek szerint van még. Gyorsan ápillantok az útinformára, hogy van-e ott valami olyasmi, amit mindenképpen el kell mondanunk. Persze élénkül a forgalom, meg minden. Telítettek a sávok. Jó, akkor egyelőre ennyi. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na hát az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának szerdai délutáni ülése előtt Kis Ambrus Budapest főpolgármester úgy folyóhalmazott, hogy nem tárgyalásra, egyezkedésre, hanem ítélethirdetésre mentek a belügyminisztériumba. Mert hogy arról van szó, hogy egyértelművé tette a kormány a szándékát, hogy 22-ben is elengedi a közepes és kisvállalkozások iparüzési adójának a felét, így teremtve fedezetet a minimálbérek megemelésére. Gondolom ez nem feltétlenül fedezet, vagy nem fedezi teljesen, de legalábbis hozzájárulás inkább. Hát meg így üríti ki az önkormányzatok kasszáját, igen. Az már igen egy másik része ennek a dolognak, hogy még ráadásul egy ilyen csúnyán fogalmazva haszna is van. Aztán a találkozón a kormány képviselői a gazdaságfejlesztés szükségességével indokolták a lépést, valamint azzal, hogy épp az idén már javuló vállalati teljesítmények hatására nominálisan alig csökkent az önkormányzatokhoz ezen a címen befolyt összeg a 19-es bevételekhez képest. Hát ez igen, mondjuk nem csodálom, hogy Gémesi György ezt kétkedve fogadta a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, de akkor itt már valószínűleg belecsúszunk a politizálásba. A lényeg az, hogy 22-ben az iparüzési adó fele az marad a vállalkozóknál. Azt mondja, hogy ismét bajszosak lettek a kombinók. Tavaly volt először ez, hogy csatlakozott ehhez a kampányhoz a BKV, illetve a BKK. Ez a prostata rák megelőzésére, illetve az ehhez szükséges prostata rák szűrésre hívja föl a figyelmet. Egy világméretű kampányról van szó, novemberben minden évben bajusznövesztéssel hívják föl a figyelmet a férfiak egészségügyi probléma. A tiéd az? Nem, neked van egy kis szakállad is. Csak eltűnt az előbb, így lefele néztél, és hirtelen ja. Azt hittem, hogy te is ehhez csatlakoztál. Azért, hogy a prostatán felől érdeklődsz, hogy nem, természetesen az is érdekel. Na, a lényeg az, hogy
rendszeres szűréssel rengeteg prostatarák időben diagnosztizálható lenne, kiszűrhető, de nagyon kevesen mennek. Kiemelt helyet foglal a férfiak halálozási statisztikájában. Itthon 6000 új regisztrált eset és 1500 elveszett férfi élet a mérleg évente, ezért is a kampány. Úgyhogy én ezt értem, egy kicsit mégis az időzítéssel kapcsolatban azért egy rossz érzésem van, tehát ugye maszkos kombinok voltak eddig, és mondjuk a maszk használata az most mindennél fontosabb lenne. Nem hinném, hogy ha már ott volt hónapok óta a kombinok alján a maszkos rajz, akkor pont, ha ott maradna, az bármilyen hatást érne. De azért akarja a bajusz. Igen, csak egy picit, igen, egy picit, pont most, amikor ebben a járványhelyzetben vagyunk. Nézd, nem tudom igazad van. Átállni egy kicsit fura azért. Azért nem biztos, hogy igazad van, mert ugye, ahogy terjed a járványhelyzet és az egészségügy leterheltsége miatt egyre kevésbé lesz lehetőség valószínű, legalábbis a közgyógyban szűrésre menni, meg szakorvoshoz, mert ezt megtapasztaltuk a múltkori időszakban is. Azt is, hogy hány rákos beteg tűnt el a rendszerből, nem azért, mert nincsenek, hanem mert... Ez is azt igazolja, hogy jobb lett volna ez egy-két hónappal később, vagy korábban már, mint a bajszos. Nem, amikor még lehetett, vagy amikor már lehet menni szűrésre, nem? Mindegy. Most le kéne ezt a szart küzdeni minél gyorsabban. Igen, meg a szűrést is el kéne intézni minél hamarabb. Hát, úgyhogy valahogy persze, a kettőt együtt kéne valahogy jól megoldani. Nyilván lenne optimális, de csak egy hely van a villamos alján. Igen, és ráadásul ugyanaz, mert a bajusz meg a maszk, ugye, igen, az egy helyen persze. Van. Ott fér el. Jó, hát körülbelül ennyi, vagy van még valamink így Budapestre? Lenne még bőven, csak időnk van időnk, kevés, úgyhogy szaladjunk. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.